Fakorványos is túl rúdi, nem? Az. Ó, szerintem pakolj ki a sebeidből. Cipzáros. Ja, akkor jó van. Azért raktam mindent oda. Ez meg, ennek meg mindegy. Annak meg mindegy. Ogé. Ogé? Úgy érzed, hogy ogé? Ogé! Mi ez? Ez egy motor. A jó szaramú cserés. Cserés. KTM 850. 950 Adventure. Majdnem eltaláltam, pedig a fogalmam sem volt, hogy mi ez. Szóval te nem nagyon motoroztál még meg ilyenek? Én utálom a motorokat. Na akkor ez egy jó kör lesz. Megmutatom, hogy nem tudok egykerekezni. Inkább ne. Jó. Elég, hogyha megmutatod, hogy megy 90-nel. Jó. Már az szerintem pont nem fog látszódni. Persze, hát eleve csak a német autópályán megyünk többel. Úgy, úgy. Na várjál. Szólok, az ülhet. Hopp, get. Szólok, és akkor felülhet. Melyik testrészedet fogjam meg? Amelyiket szeretnéd. Csak kapaszkodj, várják, kimegyek egyenesre. Mondom, most nem hangos. Most éppen. Jaj. És másik oldalról gyere. Egy kis futyutyú, ugye? Rutyutyú. Kis rutyú, mutyutyú. Rutyú, putyú. Rutyi. Tüti, müti. Tüti, müti. Ó, oh, megvagy? Oké. Okay. Félsz, bázdja? Várjál, ki kell legyen spaniferezni szerintem amúgy. Mi? Hozzá spaniferezzem magam? Minek? Na mindegy, menjünk. Nem, de hogyha leesnél, akkor én is dőlök, akkor bazd meg. Ne idegedj.
Milyen volt? Kurva jó volt! Ugye? Á, nagyon jó! Nagyon jó! Ó, most már megértelek! Most már megérted, mi? A tuti volt benne egy poloska, már amikor elindultunk, már akkor éreztem a szagát, de hál' Istennek nem már. Halló, fasz, összeszartad magad. Nem. Pedig nem. Még nem is küldtem neki. Nagyon jó volt, csak állandóan voltak előttünk. Ja, hát nagyon veled... kemény ez a 90 km per óra, úgy. Végzetes. Végzetes. Szóval élménybeszámoló. Oké, utazás volt. Azt mondod, eladod a craftert és eszel egy motort? Hát ugye, hogy biztos, hogy nem. Biztos, hogy hát ezen hol lesz állófűtés, akkor hol fog benne aludni? Mit tudom én. Megmutassam az állófűtés? Ebbe is van. Figyelj. Ezt megnyomod itt. És akkor itt van a fűtésed. Milyen kémény van alatta, he? Rárakod a kezed, azt már is meleg. Ugye? Aha. Ugye? Ez azért van. Menj el, mint gyere, mentek egy kör! Csak úgy fogok menni, mint a pizzafutárok. Hogy? Mi? 190-nel, vagy mi? Nem, egy keréken. Jó. Egy keréken 190-nel. Úgy. Nagyon azt jó meg. Voltam, úgy. Most mentünk egy kört Récsák fele. Olyan erő van benne. Récsák fele? Hát most még oda húz neki, hallod? Na. Annyi, hogy 15-20-ot. Nagyon remélem, hogy egyszer a TT-ben is lesz ennyi izom. Pedig nem volt csutka gáz. Elhiszem. Egykerekezni nem akarok. TT-ben nem is tudsz egykerekezni. Quattro. Hát majd egyszer... Jaj, most lelőttem a poént. Na mindegy. Ezt amúgy titokban akartam tartani, most már mindegy. Én az a baj, hogy én mindent elmondok. Venni akarsz egy motort? Nem, az Audi TT-t. Ja. Audi TT-t. Jaj, jönnek mindjárt a kommentek, jaj, nem. Ja, videózol? Igen, videózik. Ja. Igen. Nagyon kemény volt. Akarsz venni egyet? Mi? Hova viszem most téged, anya? Kétségre. Bevisz, Misa. És hogy hozzam az a bukót? Rajta marad. A fejeden. Rajta marad. Fejeden. Ha igen, elviszem, hogy biciklizni fogok egy ilyen bukóval. Hát végül is. Kicsit azért aggódtam egyébként, mert téged mindig betalál valaki, tehát eddig hányszor összetörtek téged, és így azon gondolkoztam... Szám hogy... szerint háromszor, egy év alatt. Ja. Mennyiért vetted a GoPro-t?